tehetséges fiatalok a Gorzium Gimnázium tanulói szórakoztatták azokat a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató diákokat, hallgatókat, akik elnyerhették a Város Alba Régia ösztöndíját. Cserpalkovics András polgármester köszöntő beszédében kiemelte, az ösztöndíj minden évben jó helyre kerül, hiszen a díjazottak kiérdemlik, hogy ebben részesüljenek. Mit szeretnénk ezzel kifejezni a gratuláció és a köszönet mellett, hogy ez egy fiatalos város, diákváros, büszkék vagyunk erre, de nem csak a szavak szintjén szeretnénk segíteni a diákokat, a fiatalokat, hanem a tettek mezeiért is. Annak az egyik része pedig anyagiakban mérhető. Egy dolgot kérünk, hogy gondolkodjatok a jövőben is ebben a városban, hogyha a saját életeteket tervezitek. Többen már nem első alkalommal vehették át az Alba Régia ösztöndíjat. A kiemelkedő tanulmányi eredményt elért a diákoknak a díjjal járó pénz is motivációt jelent. Igazából a pénznek mindig nagyon örül az ember, viszont másrészt meg egy jó visszajelzés, hogy nem hiába csinálom. Az ösztöndíjat középiskolai felsőoktatási és felsőoktatási hallgatói tanács kategóriákban adták át. Vas Dominik Vajk középiskolásként még nem ért el kiemelkedő eredményt, így nem gondolt arra, hogy pályázik a díjra. Az Óbudai Egyetem hallgatójaként viszont már negyedik fél éve kitűnő az eredménye. Szerintem az egyetem sokkal szabadabb környezet, mint a középiskola, és ez nekem meghozza a motivációt a tanuláshoz magához, ezzel sokkal jobb eredményeket is értem el, és ugye tanulási módszerekhez kötve szerintem az én személyiségemnek jobb is ez, hogy nem vagyunk kötelezve arra, hogy óráról órára tanuljunk, meg ilyenek, és így ez a szabadság, ez az, ami nekem megadja az ösztönzést ahhoz, hogy minél jobb eredményeket érjek el, és így itt vagyunk. Az Alba Régia ösztöndíjra a 2021-22-es tanév második fél évében összesen 90 nyertes pályázó volt. A középiskolások 50 ezer, az egyetemi hallgatók 100 ezer, míg a hallgatói tanács tagjai 40 ezer forint támogatást kaptak a várostól.